A megemlékezés Győr-szigetben a Simortéri keresztnél kezdődött, ahol felidézték a Dél-Franciaországban született Ference szerzetes életét, aki a pestisből felgyógyult betegek védőszentje. Az elmúlt hónapokban, hetekben, inkább hónapokban mondhatjuk már, már-már hasonlóan kezdtük érezni magunkat, mint talán Szent Rókus, amikor megérkezett a pestis járvány kellős közepébe. Hála Istennek ez nem így alakult, ez a helyzet. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy rendkívüli időket élünk, rendkívüli kihívásokkal kellett szembesülni a Magyarországnak, Európának és tulajdonképpen az egész világnak. A tényeket és adatokat nézve azonban azt láthatjuk, hogy Magyarország igen jól kezelte ezt a váratlan egészségügyi helyzetet. Mindenek előtt engedjék meg itt elsősorban, hogy kifejezzem a köszönetünket és a hálánkat az egyházaknak. És itt elsősorban a katolikus egyháznak ezen a napon. Hogyha jól fölidézzük az emlékeinkben azt a március 5-i napot, amikor a katolikus egyház kihirdette azokat a távolságtartó intézkedéseket, amely alapvetően megváltoztatta a misérejárási szokásokat, a liturgikus szokásokat. Ezzel tulajdonképpen Jézus gyógyító szeretetéről és felelősségvállalásról tett a katolikus egyház tanúságot, arról a szeretetről, amely az embert helyezi középpontba. Szigeti Szabolcs az egészségügyben dolgozók munkájára is kitért. Heroikus erőfeszítést végeztek az elmúlt hónapokban. Utaljunk itt csak azokra az orvostanhallgatókra, akik százával jelentkeztek a gyógyító munkára, és azokra az idős kollégákra, akik a koruk ellenére is mindenképpen szerettek volna részt venni a kihívás kezelésében. Magyarország tulajdonképpen nemzetközi összehasonlításba egy kegyelmi állapotba került, hogyha az átfertőzöttség arányokat veszük alapul. Ezért együttesen jár a köszönet a kormányzati döntéshozóknak is, emlékezzünk Müller Ceciliára és az operatív törzs hősies napi munkájára, és a fegyelmezett lakossági magatartásra is. Kívánom, hogy a további védekezésben legyen példaképünk és iránymutatónk Szent Rókus. Győr-sziget hagyományait dr. Schmidt Péter tartja évek óta életben, amelyre nagy szükség van, ezt már Széle Sándor megyei kormány megbízott mondta, aki arról is beszélt, hogy a hit jelentőségéről a mai embernek nem szabad lemondania. Nagyon fontos dolog arról is beszélni, amiről államtitkár úr beszélt, hogy amikor ennyire megváltozik a környezetünk, mennyire fontos, hogy hálatelt szívvel tudjunk a Teremtő Isten felé fordulni, és megköszönni azt a védelmet, amit kapunk tőle. Erről a mai ember nagyon könnyen mond le, és ami még nagyobb probléma, hogy az elkövetkezendő időszakban, években a kereszténység olyan támadásnak lesz kitéve, amit csak ilyen szellemiséggel tudunk megmenteni, megóvni, és tudunk összefogást mutatni, erőt felmutatni. A beszédek után a jelenlévők megkoszorúzták a keresztet, majd az ünnepség szentmisével folytatódott. Tisztelt vendégeink, különös aktualitása van templomi búcsunknak ebben az idejében. Elődeink több mint 300 éve egy olyan szentet választottak, akkor újonnan épült templomok védőszentjévé, akit egész Európában, sőt az egész világon a ragályos betegségek, különösen a pestis idején szoktak segítségül hívni. Szent Rókus ugyanis mind életében, mind halálában csodálatos hatékonysággal közvetítette Isten gyógyító erejét ezekben a betegségekben. Ez a mi életünkben mindeddig csak valami szép hagyománynak tűnt. Európának 100 éve a spanyol nátha óta nem kellett szembenéznie a mostanihoz hasonló öldöklő világjárvánnyal. Mi most újra átéljük őseink buzgóságát, és belátjuk, hogy az ember a fejlődés ellenére sem a világ ura, ma is esendő, sérülékeny, kiszolgáltatott létező. Éppen ezért kérjük Istent, hogy Szent Rókus közbenjárására könyörüljön meg a világon, de imádkozunk azért is, hogy az ember tanuljon a mostani helyzetéből, reálisan helyezze el önmagát a világegyetemben, és fűzze szorosra kapcsolatát Istennel, az élet és a világ urával,
akitől az utóbbi időben felelőtlenül eltávolodott. Szent Rókus Piacenzában a gyógyítása során maga is megkapta a pestist, és hogy másokat meg ne fertőzzön, a város melletti erdőben egy barlangban húzódott meg. A legenda szerint egy vadászkutya látta el élelemmel, és sikerült felgyógyulnia a gyilkos korból.